Jéjt! Valami jót! Legendás! Ha szereted a haverod, dobd el! Ha szereted, jó messzire, ha incsd el! Yeet your friend! Sziasztok srácok, üdvözlek titeket itt talán a harmadik részében ennek a tipikus retard Roblox játéknak, a Yeet your friendnek a harmadik részében. Így van. 221 ezer like van ezen a játékon, tényleg fun, amennyire furcsán hangzik, annyira fun, és írtátok nekem, hogy ki tudom választani. Bocsi, közben Kinga írt, és tudjátok, ha a csajod ír, azon nyomban válaszol. Igaz, ő vágja ezt a videót. Szia, szia. Na, szóval írtátok nekem, hogy be tudom állítani, hogy melyik haveromat dobjam el. Hát ez figyelj, te mondod, akkor én eldobom. Na, new update, horror világ, exkluzív, mit tudom én micsoda. Már fogom is a Yeet a friend noobomat itt a kezembe. Azt dobálom, ha nem látod az első két részt, akkor csekkold le mindenféleképpen. Továbbá, ha még nem pecintettél Tutti Juice-t, akkor itt az idős srácok, országszerte szuper akcióban van a titkos Tutti Juice és a Tutti Juice tea. Keresd a boltokban, és ne felejtsd el az isteni Tutti Frutti ízű üdítő italt is, tele vitaminokkal, tele finomsággal. Egészségetekre! Itt a jó idő, egy hűsítő Tuttitól nincs jobb. Na, hol tudom beállítani, kit dobok el? Szeretném én eldobni valami jó haveromat. Azt írhatok nekem, hogy oldalt be tudom állítani. Trade friends. Oh, I see. Szóval, ha én akarom, akkor én csak Andit dobom el? Vagy várjál. Unselect all. Igen. És elméletileg legközelebb, ha már a kezembe lesz valaki, akkor az Andi lesz, akit elhajintunk. De előtte spineljünk egyet. Ezt nézd. Valami jót pergessünk. Még van 5 percem dobálni. 1,5B dobás. Energy boost. Ez tök jól hangzik. Menjünk be itt a VIP részre, gyűjtsük be ezeket a cuckerályokat. És az előző részben nagyon-nagyon sokat haladtunk. Azért is mondtam, hogy nézzétek meg, értelemszerűen úgy lesz értelme ennek az egésznek. És 25B-t kell most összeszednünk. Nekifutásból 3, 2, 1, jéjt! Ezt nézd! Van valami space boost. Ja, hát az alap boostom. Hú, nagyon komoly, mint a meteor, úgy repül ez a noob. 10-szer. Már 10-szer, 12-szer, 13-szor végigmentünk az egész pályán. Hú, ez brutál ski lesz. Most egy kicsit meg is boostoljuk. Boost, így. Nem tudom néha miért megy végig. Hányszor fogunk tudni végigmenni? 15? 16-szor! Úgyhogy szerintem fel fogunk kerülni a leaderboardra, biztosan. Kíváncsi vagyok rá. Biztosan fel kell kerülnünk. 16,4. És itt is van harmadik szint. És így van, most már Andi van a kezünkbe. Kedves Dogi Andit fogjuk most elhaigálni. Csak jól össze kell gyűjtenünk ott az energy-t. Mert a 25B azért az nem kevés. Petjeink is vannak, és mondtátok, hogy rebirth-ölni se felejtsek el, mert akkor sokkal gyorsabban fogok tudni haladni. Úgyhogy igazából lehet, hogy most inkább rebirth-ölök, mint átmegyek a következő világba. Aztán gyorsan ide visszajöttünk. Csak egy jéjt! Teljük Andit. Annyira jól esik ezt kimondani, hogy jéjt! Neked nem? Mondd velem, hogy jéjt! Eljíteljük, elhajintjuk haverunkat. Hát most Andi repült. Előző részben Dávid, aztán Kinga, most Andi, mindenkit elhajítunk. Bum. Kicsit rá is boostolunk. 16 meg lesz-e újra. Így, hogy neki fut. 16, sőt. Andi tovább repül, nem? Még mindig repül, ki tudja, hol áll meg. Így né. Rocketeer questet is megcsináltuk. Na! Nézzük ezt a rebirth-öt, hogyan működik. Csak kiválasztjuk az összes barátunkat, hogy ne csak Andit haigáljuk. Azt mondja, hogy rebirth már megvan bőven, úgyhogy újjászülessünk, mindent resetelni fog, de megmaradnak a petjeink. Úgyhogy, srácok, rebirth-öltünk, gyorsan szedjünk egy kis energiát, hogy a következő rebirth-ünk is meg... Ja, hogy maradunk ebben a világban. Ezt nem tudtam. De talán mondjuk ezt is írtátok, hogy tudnom kellett volna. Hú, hát ez így megint meg lesz easybe a rebirth, mert majdnem egy milliárd dobás erőm lesz, energiám.
Jó, gyorsan. Szeretne trédelni. Na, mit trédeljünk? Mit adsz nekem? 250 milliós pet, 200 meg ti... Én tudok neked egy ilyet adni. Úristen, ennyi minden nem kell nekem. Én csak ennyit tudok neked adni. Ezt nem fogja elfogadni. Most mi történik? Én ennyit adok. Én nem adok most semmi más. Én nem adok. Most elfogadja, ad nekünk egy 340 milliós petet. Wow. Wow, thanks. Nem tudom ki vagy, de thanks. Nem is látlak, hogy itt vagy, de thanks. Ezt nézd. 500 millió, 345, 250 millió. Azt az eget. Köszönjük szépen. Úgyhogy dobjuk is el Andit. Na nézzük így, mekkorát hítelünk. Jéjt! Jó van, így is bőven. Bőven szerezzük. Hát ebből meg lesz a következő rebirth is. Hol írja, hogy mennyit rebirtheltünk? Ja, itt fogja fent írni. Nem, nem erre gondoltam, hanem itt. Nem is erre gondoltam, hanem a leaderboardra. Így van, egy rebirthünk van. Aki az első, annak 20 rebirthje van. Tehát akkor itt rebirthölgetni kell, elhasználjuk ezt a boostot is. Amúgy ezt a boostot hogy érdemes használni? Nem tudom, valaki kitapasztalta -e már a játékba, hogy ez hogy mind működik. Na hány kör? 16 kör megint! 3,6 bét be is szereztük, úgyhogy rebirthölhetünk újra. Mi az, hogy plusz? Ja, plusz erő nem kell, tudunk venni rebirthet, mint a vatkan, tessék. Második success, fél, én dobálok megint. Most Juicy-kát dobtuk el. Rebirthöltünk? Így van. Plusz 80% energia. Plusz 80% energiát kapunk, azt az eget. Na most kit dobunk? Most Juicy-ka. Figyelj, Juicy-ka, hogy repül. Önt az üstökös. Na jó. Ez mi volt? Ja, mert szünet lett? Ó, oh, szünet lett. Nem baj. Meg vagyunk az következő rebirth-el. Már három. Három rebirthünk is van. Mindjárt megnézem, hogy van-e új kód a játékhoz. De gyorsan a VIP cuccokat felszedjük. Ez alatt a 12-13 másodperc alatt. Ó, hát akkor nagyon sokat fogunk rebirth-elni. Így gyorsan megy. Így nagyon-nagyon gyorsan megy. Hála az égnek. Tudok haladni nektek itt videóba. Így hogy gyűjt mindenki. És akkor... Levit eldobjuk, jéjt! 16 kör felett megyünk el. Nézzük. Kizumolva, milyen jól néz ki. Kis üstökös. Így néz ki a legjobban. Ez fájhatott. Jó, most hiszem, hogy Levinek női alapkaraktere van. 13 kör, 14 kör. Lehet, hogy a végén fogok egy kicsit rakétázni csak. Itt nem lesz meg Levivel a 16 kör. Azt az eget. Most boost. Pedig már nagyon kimaxoltam ezt a boostot, de ez annyira nem erős. Nem lesz meg Levivel a 16 kör. Szegény, hogy pörög, forog. És majdnem, nézzétek meg. Oké. 5,6B. Erre nem tudunk egyszerre többet rebirth-ölni. Na dobjuk. Jéjt! Andit megint eldobtuk. És nézek megint 15 kör. Majdnem 16, és megint rebirth-ölhetünk. Ó, van auto rebirth, azt meg kell venni? Hát persze, miért akarnam? Én azt megvenni, szerintem. Itt amúgy felesleges ilyenkor gyűjteni, mert még ezeket úgyis easybe kiszedjük. Úgyhogy én azt mondom nektek most, srácok, hogy egy kicsi timelapse-et fogtok látni, amíg én rebirth, dobok, jó? Mit szóltok hozzá, úgyhogy indulhat is a timelapse. Na, srácok, itt is vagyok, mint láttátok, eldobáltam párszor, és rájöttem arra is, hogy közben eldobom a haveromat, közben tudok csillagokat szedni, ez tök jó, és találtam egy új kódot, amit nem tudom, hogy ti használtatok-e, hogyha nem, akkor mindenféleképpen használjátok itt a Twitter kódoknál, azt mondja, hogy, pedig esküszöm, hogy free stars, már lehet, hogy ezt használtuk, vagy megkaptuk, nem is tudom, lehetséges, hogy ezt már használtuk. Azt mondja, az upgrade-eljük a rakétánkat is, de én azt néztem, hogy rengeteg questünk van, amit még nem csináltunk meg, és mint látjátok,
megy a karakterem, de ugye ki van kapcsolva, hogy lássam. Ezért tök jó. Közben ez itt repül, mi meg tudjuk csinálni a dolgokat. Ugyanis ezeket egyáltalán nem nyitottuk ki. És úgyhogy említek itt kapunk még egy ingyenes spint. Ígyni. Közben ránézek, megboostoljuk. Itt mit kaptunk? Ó, kaptunk még 3B-t, úgyhogy már közben majd tudunk. Sajnos ez ilyenkor el is vesztik Rebirth-olni, de van még questünk, ami még 2 spint eredményez nekünk. Elméletileg. Nem? De várjál már, hát itt van. Reward, click to claim. Itt kapom az ingyenes izéket. Spineket, nem is értem. Ja, közben visszajött a karakterünk. Na már 17 B-t kaptunk. A dobásért. Itt most mit kaptunk? 2 lucky boostot, de elméletileg... Na, azért van. Még van itt nekünk free spinünk, mondom én. Azt mindenféleképpen kipörgetjük. Plusz 3B. Igaz, sajnos ez el fog tűnni. Amúgy lehet, hogy itt akkor most már megvehetnénk a 25 B-s kaput. Azt fogjuk csinálni. Most azt fogjuk csinálni, most nem rebirth-olok tovább, hanem megveszük a 25 B-s kaput. Na, kaptunk egy csomó boostot, spint. De van ingyenes spinünk. 4. 4 darab ingyenes spinünk is van még. 1,5B. Köszönjük szépen. Igazából még pár ilyet nyitunk, és akkor meg is van nekünk az új világ. Ahol gondolom még többet kapunk. Még egy, végszer 1,5B energia. Tök jó. Meg is leszünk, már 23B-nél tartunk. Még max. Egyet dobok, aztán meg is vagyunk. Fett! Nem, még egyszer 1,5B. Tessék. És van még egy ingyenes spinünk. Úristen, 24,5B, ha ez is az lesz, akkor dobás nélkül meg vagyunk. És tessék. És tessék, és tessék. Igaz, jobban örülnék egy petnek. Van még, már nincsen ingyenes spinünk. Viszont kaptunk egy petet küldetésből. Hát ami nekünk van, az sokkal jobb. Elméletileg tudjuk őket craftolni. Aha, 2 és 4-jel tudjuk őket craftolni. Értem. Értem. Na. Menjünk át az új városra, mit szóltok hozzá? 25 BR, új világ, 6-os világ, írjátok le, hogy ti hanyas világnál vagytok. Wow, ez egy japán Shinto kapus világ. De jól néz ki, amúgy tudunk is rebirth-ölni, pont 1B-be kerül. Úgyhogy meg is vagyunk még egy rebirth-el, amúgy nem tudom, figyelitek-e, de 15 rebirth-nél járunk. És úgy látom, hogy még van 2 dolog, amit szerezhetünk. Super group quest. Exkluzívek, itt mennyiért lehet venni tojásokat, special 15 BR, meg 15 BR, egy ilyen specialt nyissunk. Mit szóltok hozzá? Dobjuk el Doggy Andit! Ja, mondom, hova ment? De itt van, itt repül Doggy Andit, fia, 5 kör, 6 kör, 8 kör, 1,19 a bázisunk, vagyis 1,19 azóta gyűjtöttünk. A Rebirth-nek hála, majd az energiát, ami kapunk, a sokszorosa. Ennek, mert ugye Rebirth-nek hála 600%-os az energiagyűjtésünk. Kicsit rábúsztolok. Majdnem meg vagyunk 16 körnél. Még egy küldetés teljesítve. 28 bénk van, úgyhogy simán ki tudjuk nyitni. Na gyerünk! Már csak egy, épp vagy egy kortnyi van. Valami jót! Legendás! Ez a Pokémon Miau! Most nézem, kajak, ezek Pokémonok. Imádom a Pokémonokat. És Miau? Ő Miau? Ó, de kár, nem tudom felvenni, pedig ő legendás, de csak 19,5 milliós. Wow! De jól néz ki pedig. Cuki imu itt van a kezemben. Na tessék, hogyha már eldobtuk Andit, akkor el tudjuk dobni imut is. Van egy anime. De hát ezek sokkal jobbak, de úgy látom, hogy nekem amik vannak petek, az a 3, az sokkal erősebb, mint bármi, amit így ezeken a szinteken lehetne nyitni. Úgyhogy most akarom megnézni, a következő szinthez 200 B kell. Tehát hála az égnek ezekkel a dobásokkal, meg ezzel az energiával ez annyira nem sok, főleg, hogy még tudok rebirth-ölni bőven, bőven. Nézzük a rakétánkat 900 millióért. 1,3 B, 1,7 B, ezeket simán, sima, eddig. Eddig jutottunk, úgyhogy dobjunk egy utolsót ma. Mit szóltok hozzá? 2B-ig menjünk fel. Erőben. És akkor sajtot! Na tessék az öreg sajt 32-t. Eldobjuk. Jó, messzire fogjuk eljételni.
1,98, egy, tessék. Na, 3, 2, 1, jéjt! Repülj sajt! 16 kört kérünk minimum tőled. 16 kört. Gyerünk. Egy nagy arcra esés. 13 körnál megvan sajt. Meg kell lennie. 14, 15 kör, meg lesz a 16. Easy be. 16 kör repülés, így van. 16-nál megvan, 17. Kis boost. Gyerünk sajt. 17 meg lesz? Ne, nem lesz meg! Sajt! Pofára estél! Nem, hátra esett. Új rekord. Na, srácok, ha szeretnétek folytatást ebből a játékból, akkor veresetek egy óriási lájkot, hogyha tetszett nektek a videó, hogyha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot ezzel ezvény. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, és ne felejtjétek el, az isteni, eredeti, tuti zsúzok legyenek veletek. Sziasztok!